Ludvai Zsolttal, az Ajkai Rendőrkapitányság közlekedési alosztály vezetőjével beszélgetünk. Éppen egy közlekedési akció zajlik itt a háttérben. Mi ennek az akciónak az apropója, célja? Gyakorlatilag minden héten legalább egy alkalommal egy helyi fokozott közlekedés ellenőrzést szervezünk, tartunk. Ezt minimum 6 fővel, minimum 4 órába szoktuk végrehajtani. Ennek az utolsó szakaszát, az összevont álló ellenőrzést látjuk gyakorlatilag itt a 8-as számú főúton. Ennek a lényeg, hogy finn módszerrel ellenőrizzük a járművezetőket, tehát gyakorlatilag egy alkoholteszteres ellenőrzést hajtunk végre. Itt más szabálysértés, okmány ellenőrzés, feltárása ellenőrzése nem folyik, csak és kizárólag azt ellenőrizzük, hogy alkoholt fogyasztott a gép járművezetője. Ez olyan szépen hangzik, ez a finn módszer, de miért pont finn módszernek hívják ezt? Erről tudunk valamit? Hát gyakorlatilag ott alkalmazták először az ilyenfajta gépjármű ellenőrzést, hogy gyakorlatilag egy téma van ellenőrizve, és honnét vettük át mi is ezt a módszert. Hát ugye gyakorlatilag az a lényeg, hogy azonos idő alatt jóval nagyobb mennyiségű járművet tudunk ellenőrzés alá vonni, nagyobb eséllyel tudjuk kiszűrni az ittas vezetőket a forgalomból. Ennek az az oka, hogy csak az ittas vezetőket ellenőrzik, hogy jellemzően még mindig az egyik fő baleseti ok az ittas vezetés? Hál' Isten, utóbbi években eléggé visszaszorult. Megyei átlagot tudom mondani, az 8-9% a sérüléses balesetek között az ittas járművezetés. Nem jellemző, gyorshajtás, elsőbbség meg nem adása, kanyarodási szabályok be nem tartása miatt jóval több közlekedési sérülés és közlekedési baleset következik be, de még mindig azért előfordul, úgyhogy ezt az egész jó adatot szeretnénk gyakorlatilag megőrizni, fenntartani, és gyakorlatilag az ittas vezetők az mindig egy potenciálisan veszélyes járművezető, úgyhogy még az a kevés is gyakorlatilag, aki van a forgalomban, azt mindenképpen szeretnénk kiszűrni. Ami a Mikulás napi akciókor viszonylag hamar meg is érkezett, én úgy tudom. Hát igen, gyakorlatilag, jól emlékszem, 5 percen belül sikerült is egy ittas vezetőt kiszűrnünk a forgalomból. Most jelenleg tél van, elég enyhe telünk van, és azt beszélgettük a Balesetvédelmi Bizottság ülésén, hogy télen visszaszorulnak a balesetek. Mi a helyzet a januári balesetekkel? Az elmúlt napok azért adtak munkát a rendőrségnek. Igen, elmúlt napokban azért történtek közlekedési balesetek, történt sérüléses baleset is. Hála jó Istennek azért tavalyi év hasonló időszakával, ha összehasonlítjuk, fele annyi sérüléses balesetünk történt, tehát ebben a hónapban egyelőre csak időzőjelben 3 személyi sérüléssel járó baleset történt, tehát 50%-os javulást tudunk regisztrálni a tavalyi adatokhoz képest. Viszont ebből a 3-ból volt gyalogos elütés is. Igen, nem is egy, hanem 2 gyalogos elütés volt, ráadásul mind a 2 balesetnek az okozója gyerekkorú személy volt. Egyik esetben 8 napon túlgyógyuló sérülés szenvedett a 7 éves kisfiú, aki egy buszról leszállva annak a takarásából körülnézés, körültekintés nélkül próbált átrohanni, átfutni az úttesten. Őt egy arra haladó busztépen kerülni szándékozó jármű ütött el. Másik eset az egy kicsit bonyolultabb, komplikáltabb, hogy gyakorlatilag ott is egy busz volt a balesetnek az egyik résztvevője, itt sem az okozó volt a járművezető, a buszvezető, itt egy főút mellett gyalogjárdán közlekedő 13 éves, tehát ismét csak gyerekkorú baleset okozónk van, aki a gyalogjárdán közlekedik, odaér a gyalogátkelő helyhez, ott szépen hátat fordít a gyalogátkelő helynek, tehát semmi olyan szándékot nem mutatott, hogy ott szeretne átkelni. Éppen érkezik egy busz, ahol egy álló kapaszkodó utas éppen szeretett volna leszállni. Körültekintés nélkül hirtelen hátrafordulva ő is megpróbált átfutni az úttesten, buszvezető szerencsére ügyesen leragálta, állóra fékezte a busz, tehát magát a gyereket nem ütötte el, viszont a buszon közlekedő álló utas, ő elesett, 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Tehát akkor elmondhatjuk azt, hogy azért a gépjárművezetők figyelnek a gyalogosokra, de a gyalogosok egyre figyelmetlenebbek? Illetve hát az első esetben úgy tudom, hogy a gyermek az a busz előtt próbált meg átszaladni, tehát nem is az a szokásos baleset történt, hogy átfutok a busz mögött, hanem szépen előről megkerült a busz. Hát így van, ő gyakorlatilag egy megállóhelyen leszállt az első ajtón a buszról, aztán mindjárt a busz előtt megpróbált átfutni. Se körülnézés, mindenféle körültekintés nélkül.
Mit tanácsolunk a gyalogosoknak? Hát figyelmesebben mindenképpen. Olyan helyeken, ahol nincs elsőbsége, ott mindenképpen fokozott figyelemmel, járművek, egyéb hirdetőoszlopok, táblák takarásával úgy lépjen le az úttestre, hogy a járművezetőnek legyen esélye egyáltalán észlelni, legyen esélye megállni. Meg hát azokon a helyeken is, ahol elsőbségük van, gyalogátkelő helyeken, ott is úgy lépjen le, hogy a járművezetőnek legyen esélye egyáltalán az elsőbséget megadni a részükre.